Kívánok, kedves nézőink! Advent második vasárnapján a Budapest Pozsonyi úti gyülekezetből köszöntjük Önöket. Különleges vasárnap a mai itt a Pozsonyi úton. Az istentiszteleten emlékeznek a templom építésének 75. évfordulójáról. Történelmi idők tanúja a maga korában a legkorszerűbb stílusban felépített templom. Budapest megszállása alatt a zsidómentés egyik központja volt az épület. A menlevelet és a túlélést jelentő anyakönyvi bejegyzések mind a mai napig néma tanúi ennek az embertelen korszaknak. A mai istentiszteleten vendégige hirdető Bogárdi Szabó István püspök a zsinat lelkészi elnöke szolgál. Közreműködik a gyülekezet kórusa. Jézus Krisztus mondta egykor,
Hitem szerint ma is mondja itt személyesen, ímé az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, belevacsorálok és üljön velem. Jöv el, Uram Jézus! Amen. Áldást, békességet kívánok! Isten hozta kedves testvéreket advent vasárnapi ünnepi istentiszteletünkön. Ez a nap templomunk születésnapja. Mai igehirdetőnk dr. Szabó István püspök úr. Készüljünk az ige szolgálatra és énekeljük együtt imádkozó lélekkel a 457. számú ének mind a három versét. Ó Jézus, árva csendben, az ajtón kívül állsz. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk, hálaadásunk, adventi készülődésünk megáldása, megszentelése jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Őve a dicsőség most és örökkön örökké. Amen. Gyertek testvérek, imádkozzunk. Várva vár a szívünk,
mennyei atyánk, hogy elküld szent lelkedet, ránk ragyogtasd igazságodat, oda vezess bennünket, ami üdvözítő Krisztusunkhoz, aki maga az út, az igazság és az élet, hogy benne és általa, mint megváltott, megszabadított, üdvösségre elhívott gyermekeid, boldogan járjunk az igazság útján, építsük szent országodat, és dicsőítsük háromszor szent nevedet. Add hát lelkedet, ragyogtasd ránk világosságodat, áld meg gyülekezetünket bőséggel, gazdagon, szent akaratod szerint. Ámen. Szeretett gyülekezet, kedves testvérek, Isten igéjét, melynek alapján üzenetét lelke segítségül hívásával közöttetek hirdetni kívánom. Jakab apostol leveléből olvasom az első rész 17. versétől. Az igét és az ige hirdetést a gyülekezet leülve hallgassa meg. Nevezett helyen tehát Jakab apostol levelének első részében a 17. verstől így szól az ige. Ne tévelyegjetek, szeretett atyám fiai! Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok atyától száll alá, akinél nincsen változás vagy változásnak árnyéka. Az ő akarata szült minket az igazság igéje által, hogy az ő teremtményeinek valami zsengéje legyünk. Azért, szeretett testvéreim, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra, mert az ember haragja Isten igazságát nem munkálja. Elvetvén azért minden undokságot és a gonoszságoknak sokaságát, szelítséggel fogadjátok a beoltott igét, mely megtarthatja lelkeiteket. Az igének pedig megtartói legyetek, és ne csak hallgatói, megcsalván magatokat. Mert ha valaki hallgatója az igének, és nem megtartója, az ilyen hasonlatos ahhoz az emberhez, aki tükörben nézi természet szerinti ábrázatját, aztán megnézte magát, és elment, és azonnal elfelejtette, milyen volt. De aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe, és megmarad a mellett, az nem feledékeny hallgató, sőt cselekedet követője lévén boldog lesz cselekedeteiben. Ha valaki istentisztelőnek látszik köztetek, de nem zabolázza meg nyelvét, sőt megcsalja a maga szívét, annak az istentisztelete hiába való. A tiszta és szeplő nélkül való istentisztelet Isten és az Atya előtt ez. Meglátogatni az árvákat és az özvegyeket az ő nyomorúságukban, és szeplő nélkül megtartatni magát e világtól. Nézz tükörbe! Szeretett gyülekezet, kedves pozsonyi úti testvérek, nézz tükörbe! Szoktuk gyakran mondani, ha valakit józanodásra akarunk inteni. De amikor Jakab apostol ezt mondja, hogy néz tükörbe, akkor valóban valóságos a szó igazi értelmében józanodásra, reménységre, új életre hív bennünket. Igen, így kezdi, olvastam is, vagy inkább így folytatja az intelmét, amelyet a sokféle zavarodottság közepette vergődő, mégis reménykedő, a sok terhet hordozó, mégis bizodalmas hitben élő, a roppant rémületekkel körülvett, de mégis isteni szeretetben megérintett övéinek ad, így kezdi, ne tévelyegjetek, egyenest nézzetek tükörbe, és akkor igazi reménységre fogtok gyúlni. Mit látunk ebben a tükörben, kedves testvérek? Izgalmas kérdés ez, hiszen többszörös tükör az a tökéletesség, amely megmutat minket önmagunknak. Van ennek a tükörnek közvetlensége, van távlatossága, és van örökkévalósága.
Nézzünk most bele mindegyikbe bátran. A pozsonyi úti gyülekezet ma hálaadással ünnepel. 75 esztendeje advent második vasárnapján szentelték fel ezt a templomot. És az egész 20. század tükre ez a templom. Talán van is itt közöttünk olyan, aki éppen akkoriban született. Sok reménykedés és sok imádkozás előzte meg a templom építését, és sok ideig épült a templom. Sok küzdelem között épült, sok fáradtság és sok-sok áldozat árán épült. Egy rettenetes világégés után és egy még borzalmasabb világégés előtt, egy háború kezdetén, amikor mindenki a hamarost bekövetkező békét remélte, és nem hitte senki, itt sem, hogy néhány esztendő múlva, mint valami ostromlott és elesett vár áll majd itt, szinte romokban a Duna partján. És még kevésbé hitte a templom szentelés idejekor bárki is, hogy itt a templom falai között kell majd menedéket és életet keresniük az üldözött zsidóknak, itt az igazi kereszt alatt, amely ott van fent a fejünk fölött, itt menedéket a hamis messiások és az üldöző antikrisztusok elől. És tükre ez a templom a rákövetkező évtizedeknek is. Tükre a kiállt próbatételeknek, abban a korban, amikor gúzsba kötötték és szájba verték a kereszténységet. Tükre ez a hűségnek, a hazugságok és hitvesztések közepette is. Tükre a reménységnek a szorongattatások dacára, és tükre a testvériességnek a diktatúra révült közösség rombolásai idején. És tükre ez a templom most, itt a 21. század elején annak is, mit jelent Krisztus követőjének lenni ma, most. A közönyös, a jószóra ingerülten visszacsapó, a magának élő és magának tetszelgő ember világában. Tükre annak, mit jelent énekelni ma, a mai adventen, jövel, jövel, Immanuel. Ez a mi közvetlenségünk, kedves testvérek. Ahogy az apostol mondja, minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való és a világosságok atyától száll alá, akinél nincsen változás, vagy változásnak árnyéka. Ez annyi, mintha azt mondaná az apostol, hogy minden változásban, mindig, minden jó a világosságok atyától jön, az ajándékozó Istentől. Istennek nem kell megváltoznia, hanem nekünk kell megváltoznunk, vagy talán így lenne a legjobb mondanunk, hozzá változnunk. Ha Isten változna, akkor nem kelne fel a nap, és nem hullana áldó eső. Ha Isten változna meg, akkor üres sejtelem lenne a szabadság reménye a szívünkben. Akkor futó árnyék lenne a boldog élet váradalma. Ha ő változna meg, ha Isten változna meg, akkor nem küldte volna el Krisztusát. Nem kínálná fel mindegyre ő benne kegyelmét és az új életet. Ha Isten változna meg, akkor csak tévelyegnénk és tévednénk. Kedves testvérek, mi ebben az adventünkben is a magunk nagy megváltoztatására készülünk. Hiszen most is a mindent eldöntő, nagy, öröklétből kapott megajándékozottságra emlékezünk. Erre emlékeztetjük magunkat, ahogy az apostol is, Pál mondja, mikor pedig eljött az időnek teljessége, kibocsátotta Isten az ő fiát, aki asszonytól lett, aki törvény alatt lett, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy elnyerjük a fiúságot. Mint hogy pedig fiak vagytok, kibocsátotta Isten az ő fiának lelkét szívetekbe, ki ezt kiáltja, Abbá, Atya, ezért nem vagy többé szolga, hanem fiú. Ha pedig fiú,
Istennek örököse is, Krisztus által. Azután ünneplő gyülekezet, van az apostol intelmének egy távlatossága is. Így mondja, az igének pedig megtartói legyetek, és ne csak hallgatói, megcsalván magatokat. Mert ha valaki hallgatója az igének és nem megtartója, az ilyen hasonlatos ahhoz az emberhez, aki tükörben nézi természet szerinti ábrázatját, aztán megnézte magát, és elment, és nyomban elfelejtette, milyen volt. Az ige a tükör. Az élő, változhatatlan, ajándékozó Isten beszéde. Isten szava a tükör. Isten ígérete, önmaga közlése, önmagának kimondása, velünk való szóbaállása, ez a tükör, amelybe beletekintve megismerjük önmagunkat is. Hogy milyenek vagyunk. És milyenek vagyunk. Nemrégiben valaki azt mondotta nekem, tudja, tiszteletes úr, nem viselem én ezt a karácsony előtti tolongást, tülöngést, lármázást, zajongást, inkább kimaradok belőle. Ha pusztán egyéni véleményét mondta volna, a saját különállását, akkor rögtön meghívom arra, kedves testvérem, nos, akkor ne tolongjunk, térdepeljünk le, és ne zajongjunk, térdepeljünk is, és imádkozzunk is, és ne lármázzunk, hanem énekeljünk. Az imádság a legszebb emberi szó, az ének a legszebb emberi hang. És mondom ezt így most sokaknak, mindannyiótoknak, mert nem egyéni vélemény, hanem sokak gondolata, érzése ez, nem veszek benne részt. Mi több, korszellem ez, kimaradni az élet dolgaiból, nem venni részt, különállni. Mondom hát mindenkinek. Testvéreim, adventben éppen arra csodálkozunk rá újra meg újra, hogy Isten nem akar kimaradni. Mert ő változhatatlan, s változásnak árnyéka sincs ő benne. Isten nem akar kimaradni az ember sorsából, ellenkezőleg. Egyszülött fia, a Szent Háromság második személye, az örök ige testetöltése emberré létele által belépett, és részesedett a teljes emberi sorsban. Így mondja a zsidókhoz írt levél, Isten kegyelméből mindenkiért megizlelte a halált, és feltámadott, hogy ne maradj ki, hanem feltámadás által részes légy abban, ami örökké való. Ez az ige tükre. Ebbe kell belenézni, és sokszor kell belenézni. Jakab azt mondja, hogy olyan a mi emberi természetünk, hogy amikor belenézünk egy tükörbe, aztán elfordulunk, már el is felejtettük, hogy mit láttunk, elfelejtjük magunkat, hogy milyenek voltunk. Sokszor mosolygunk a kamaszokon, akik órákat el tudnak tölteni a tükör előtt, hadd mentegessem őket, nem hiú mód tetszelegnek önmaguknak, ez csak azért van életkorukból adódóan, mert még nem tudják igazán, hogy kik is ők valójában. De lelki értelemben inkább szomorkodnunk kellene, testvérek, azokon, akik nem néznek már bele abba a tökéletes tükörbe, mert annyira magad biztosan tudni vélik, hogy kik is ők valójában. Slám, mivé lett a megrekedt keresztjén? Aki egykor boldogan átélte az Isten gyermekség ajándékát, ma már csak dúlt és fenéljázó valaki, nem néz az ige tükrébe. S mi vélet itt-ott egy-egy kedves csapat, amely egykor boldogan élt át a közösség drága titkát, ma már csak fenhéjázó szekta, nem néz az ige tükrébe. S milyenné lett a megrenyhült Európa,
amely egykor szent reménnyel emelte föl maga fölé a Krisztus zászlaját, és énekelte, Veni, Veni, Emmanuel. Ma pedig tétova, múltját feledő, jövőjét ellegyintő, közönyös, haszonkontinens, védtelen préda nem néz az ige tükrébe, s elfeledte, milyen volt, vagy inkább, hogy milyenné lehetne, milyenné kellene lennie. Az ige tükre mindig megmutatja, ki vagy, mert megmutatja, hogy kicsoda és milyen az Isten. Azért ismerheted meg magadat, mert ráismersz az igében Istenre. Milyen ő? Változhatatlan. Milyen vagyok én? Meg kell változnom. Milyen ő? Véghetetlenül ajándékozó. Milyen vagyok én? Tűnő árnyék, aki még nyomot sem tud hagyni a változhatatlanon. De ő megkönyörült rajtam. Milyen ő? Szent és fenséges, dicsőséges és végtelen ragyogás. Ki vagyok én? Elveszett lázadó, jóból kimaradó, igazságban részt nem vevő. Milyen ő? Ő a tökéletesség. Ki vagyok én? Ha a tökéletesség tükrébe nézek, látok benne egy másik tükröt is, egy összetört tükröt, egy összetört arcot, és az az összetört arc én vagyok. Ha a kegyelem végtelen tükörébe nézek, látok benne egy elsikkadt életet is, és az én vagyok. De ez csak az ige tükrében, a tökéletesség és a kegyelem tükrében láthatom így, kedves testvérek. És éppen ez ébreszt bennem reménységet, ez indít hitre, ez terem bennem igyekezetet, hálaadást, készséget és törekvést arra, hogy részes legyek az Istenében, hogy igazán gyermeke legyek, örökbe fogadott. S végül, kedves testvérek, van ennek a tükörnek egy örökké valósága is. Azt mondja Jakab, aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe és megmarad mellette, az nem feledékeny hallgató, sőt, cselekedet követője lévén boldog lesz az ő cselekedetében. Az imént azt mondottam, hogy az Isten feledés olyan, mint amikor megnézem magamat a tükörben, elfordulok, elmegyek, s rögvest el is felejtettem, hogy milyen voltam. Egészen pontosan, természetesen ezt úgy kellene mondani, elmentem, és elfeledtem, hogy milyen vagyok. Most azonban mégis az ige fényében arról kell inkább szólani, kedves testvérek, hogy nem az egykori vagy az éppen mostani valóját feledi el az ember, vagyis hogy milyen volt, meg milyen most. A szabadság tökéletes törvénye ugyanis maga Krisztus, és aki a Krisztus tükrébe néz, aki a Krisztusra néz, az azt is látja, hogy milyenné lesz. És nem az a legnagyobb vereségünk a világon, hogyha megszokjuk a rosszat, hanem az a legnagyobb vereség, ha elfelejtjük igazi valónkat, hogy Krisztusban milyenné kell lennünk. Az a legnagyobb vereség, ha elfelejtjük Krisztust. Őt mutatja az igazi tükör, az ő örökké valóságát, amelyre meghívott bennünket. És lehet, kedves testvérek, hogy ez a látásunk homályos, ahogy Pál apostol mondja a korintusi levélben, a szeretet himnuszában. Az is lehet, kedves testvérek, hogy ez a benyomásunk még nem teljes, ahogy János apostol mondja az első levelében. De ők is, János is, Pál is, Jakab is, mindannyian azt mondják, hogy az isteni tükörtől ellépni, és önmagunkat elfelejteni, ez éppen annyi, mint jövendő, leendő magunkat elfelejteni. Luther Márton, amikor lefordította a Bibliát,
Mindegyik könyvhöz írt egy rövid kis bevezetőt, hogy az olvasót eligazítsa. Jakab levele kapcsán igen kemény megjegyzést tett, sokat idézik ezt. Miután ugyanis kevesebbet vélt benne találni a megigazolást arról, kevesebbet, mint ami megerősítette volna őt nagy heves harcaiban és vitáiban, egyszerű nyersességgel azt mondta Jakab leveléről, szalmalevél. Hadd tudjak hozzá ehhez egy egyszerű kérdést. Ne talán ez az a szalma, amely a betlehemi jászolbölcsőben volt, ahová a Szent Szűz elhelyezte gyermekét. Kedves testvérek, a Krisztus tükörben, a tökéletes megszabadítás isteni törvényének tükrében, nem csak a maga közvetlenségében ismer magára az ember, nem csak az élete távlatossága nyílik meg, hanem éppen ott, abban, itt és most, beleszőve önmagunk világába, megláthatjuk eljövendő önmagunkat is. Aki Krisztust látja, látja eljövendő önmagát. Szeretteim, mondja János apostol, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogyha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk őhozzá, mert meg fogjuk őt látni, amint van. És akiben megvan ez a reménység ő iránta, az mind megtisztítja önmagát, amiképpen ő is tiszta. Advent második vasárnapja, a reménység vasárnapja. Jakab ezt mondja, tiszta és szeplő nélkül való Isten tisztelet az Isten és az Atya előtt ez, meglátogatni az árvákat és özvegyeket az ő nyomorúságokban, és szeplő nélkül megtartani magát a világtól. A tiszta és szeplő nélkül való Isten tisztelet, a tiszta és szent advent, a tiszta és szent háladás, a tiszta és szent élet ott kezdődik az égetükre előtt. És ott folytatódik, ahol a teremtett világ sóvárogva várja Isten gyermekeinek megjelenését. A szabadság tökéletes törvényének tükre örökké valót mutat, mert isteni kegyelem fénye ragyog benne. Nézz bele, s meglátod, mit készített számodra, neked az örökké való. Ámen. Gyertek testvérek, imádkozzunk. Adventedben dicsőítünk és magasztalunk megváltó Krisztusunk, és add, hogy ez a te hozzánk jöveteled lehessen a mi te hozzánk, te hozzád menetelünké. Add, hogy szent lelked által a szent, tökéletes és igaz lelki hatalomban beletekinthessünk a szabadság tökéletes törvényébe, az örök és igaz tükörbe, hogy abban megláthassuk önmagunk arcát, és megláthassuk igazán a tiédet, és hogy boldog reménységünk legyen afelől, egykor majd mi is hasonlatosak leszünk te hozzád. És kérünk, hogy lelked erejében munkáld és formáld szívünket és életünket, hogy bennünk is valósággá lehessen az apostol szava, elváltozunk dicsőségről dicsőségre, a te örökké való ábrázatod szerint. Könyörgünk-e hálaadó gyülekezetért, hitének megtartatásáért, élő reménységéért,
szeretetének minden munkájáért, tett teljessé ünnepét. Könyörgünk, Urunk, egyházunkért, könyörgünk-e világon minden keresztjénért, leginkább az üldözöttekért, a nevedért, vértanúságot is a vállalókért. Együtt kiáltunk a szentekkel és a mártírokkal a mennyei trónusnál, meddig még, Uram, adj békességet a mi időnkben a földön. Könyörgünk a hontalanokért, az árvákért, az özvegyekért, könyörgünk a nincstelenekért, az embertárs nélkül valókért, a világ minden nyomorultjáért, elesettjéért, betegéért, szenvedőjéért. Jövel, jövel, Immánuel! Ragyogtasd ránk áldó fényedet, örök világosságodat, szent és tökéletes szabadításodat. Ámen. A gyülekezet foglaljon helyet, és hallgassuk meg az énekkar énekét. Thank you.
az igére válaszképpen énekeljük, imádkozzuk együtt advent himnuszát, 312. éneket valamennyi versével. Várj ember szíve készen, mert jő a hős, az Úr. Ünneplő gyülekezet, kedves testvérek, amint püspök úr is mondta igeszolgálatában, 1940. advent második vasárnapján, nehéz világháborús időkben, itt a Dunaparton, Ravasz László akkori püspök, Darányi Kálmán akkori miniszterelnök, Szendi Károly Budapest főpolgármestere és sok mindenki más jelenlétében, ezerfős gyülekezet koszorújában felszentelte a hálaadás templomot. 75 év, azért az már valami. Nem betélkedünk nagy bazilikákkal, sok száz éves műemléktemplomokkal, de nekünk ez így kedves. Hálaadás templom, a pozsi, ahogy szoktuk mondani, szívből őszintén, nekünk lelki otthonunk, lelki házunk. Ha valaki a Margit-szigetről néz bennünket, vagy éppen hajózás közben a hajóból, fölteszi a kérdést, mi ez
az épület. Múzeum, valami könyvtár féle. Itt felejtett kúria, mi akar ez lenni? Nem. Református templom. Ha valaki jön a város felől, a Gogol utca felől, egyszer valaki föltette a kérdést, tessék mondani, ez milyen gyár? Itt mit gyártanak? Milyen üzem? Hát nem az lenne éppen, bár lehetne az is. Ez egy református templom. Ilyen küllemmel. Igen, ilyen küllemmel. Ami drága hálaadás templomunk. Valaki belép. Mit mond először? Gyönyörű, de szép. Aki tovább viszi, milyen világos, tele ablakokkal, van itt legalább fény, van itt legalább optimizmus. Valaki más azt mondja, túl sok a fény. Nincs elég sötétség és misztika, jobban kellene, túl sok a fény. Szóval így mondtanak idején, szállóigévé vált mondatát, mi ez? Valami sportcsarnok? Sehol egy ív, csak vonalak. Hova jöttem? Mi akar ez lenni? Újabb vélemény, tessék mondani, ez katolikus templom? Miért lenne az? Ott a kereszt. A lámpákból kirakva, ott van a kereszt. Jelzem, a kereszt nem katolikus. A kereszt nem protestáns, mindenek felett való. A rajta értünk szenvedett és meghalt Úr Jézus Krisztus nem katolikus, nem református, nem protestáns, hanem mindenek felett álló Úr, aki minden hatalom menjen és földön. Az első üzenet mindjárt. Ember, ide bejössz, nézz föl. Nézz föl Jézusra. Mai világ másfelé nézett bennünket, körbe-körbe. Mit tesznek mások? Mi az uralkodó divat? Jaj, le ne maradjak, mihez kell hozzászólnom, mit kell meglátnom? Valaki lefelé néz, elegem van mindenből. Nincs semmi reményem, nincs semmi jövendőm, elegem van. Küszködök a semmiért, elegem van. Valaki fölfelé néz, nagyképűen, öntelten, nem. Ember, nézz fel Jézusra. Nézz fel Jézusra, a megoldásra, most is, mindenkor is. Mit hagytak ránk elődeink a templomépítők? Egy épületet, amely épület nem önmagukért épült, nem kivagyiságból épült. Nem azért, hogy legyen egy szakrális Bábel tornya, hanem azért épült, hogy itt Istent dicsőítő életek, Istent kereső fáradt életek otthon találjanak. Mit hagytak ránk? Egy virágzó gyülekezetet, virágzó életet akkor, virágzó élet, ifjúsági munkák, gyerekmissziók, cselkészmozgalom, énekkar, nőszövetség, hímzőkör, látogatók. Óriási élet volt. Ezt hagyták ránk. Mit még? Magát a szót, hogy hálaadás templom. De nagy dolog. Mai ember milyen hajlamos azonnal panaszkodni, keseregni, kimondom a szót, nyavajogni, ha indokolt, ha nem, a bajt olyan könnyű meglátni, a kicsit felnagyítani. Ember, vess magaddal számot. Van hála adni való? Akkor gyere ide és adj hálát. Levételi rovat több, mint a kiadási rovat. Bajok, szenvedések, küzdelmek, kiadási rovat. Életed, egészséged, még két járólábad és két látószemed, nem több valahol? Aki tud hálát adni, tovább él. Aki a jót is meglátja a mai világban, az tovább él. Jobb a vérnyomása, idegrendszere, a vérkeringése, az tovább él. Hálaadás templom. Vedd észre a jót, köszönd meg. Kaptunk igéket. Zsoltárok könyvéből ezt a két falon levő igét, meg a harmadikat is. Hálával áldozzál Istennek, és teljesítsd a felségesnek fogadásidat. A pozitív életlátás, ne nyavaigással, hanem hálaadással áldoz. Vedd észre, mi van megköszönni való, adj hálát Istennek. És amit fogadtál neki, azt tartsd is meg. 75 év, mennyi konfirmáció? 75 év, mennyi esküvő, mennyi presbiter avatás, fogadalmak. Mi maradt meg abból? Mi lett valósággá? Tartsd meg fogadás alatt. Istennek fogadta. A másik ige pedig arról beszél, hív segítségül engem a nyomorúság idején,
Én megszabadítlak téged, és te dicsőítesz engem. Hív segítségül. Világháború, ezerek, tízezerek pusztulnak el. Már Európa lángban áll, itt meg fölépült egy templom. Másod veszteségek, katonai, személyi, családi, itt egy templom fölépült. Hív segítségül a nyomorúság idején. Alkalommal valaki kórházba került, teljesen váratlanul, előzmény nélkül, sose volt beteg, jött a hír, súlyos szívbetegség. Meg kell látogatni, vagy SMS-t küldeni, de hát mit, hogyan, merre, meddig? Jött a gondolat, ezt igét küldjük el. Ott, ahol vagy, kórházi ágyon, ott, ahol vagy, műtőasztalon, az élő urat hív segítségül, mert hívható. Magyar nyelven, érti azt is. Hív segítségül, mert közel van, és nincsen messze. A templom vége így lett igazán áldássá, egyértelműen. Ott a harmadik ige. Világháború. Hatalmak, népek ölik egymást. Egymást nem ismerő fiatal emberek lőnek egymásra katona mundérban. Az is fiatal, ez is fiatal, az is élne, az is élne. Mégis lövik egymást különböző érdekekért. Egymást szeressétek, mondja Jézus. Új parancsolat. A világ arról hogy titeket megismerni, hogy egymást szeretitek. Nem a csillagoló templom tetején, nem a keresztről. Az minek az ismerete? A felekezeté. De ki a Jézus Krisztus, ki a mi Úrunk, az arról ismerszik meg. Tudjuk egymást befogadni. Befogadni egymást. Fájó, de így történt. A templom megépült, és pár évre rá, de a sötét vészkorszak, és a templomban nagyon sok menekült, nagyon sok üldözött zsidó honfitársunk, igen-igen sok háborús menekült, erdélyi, kárpátaljai fiatalember, nem akar beállni a seregbe Magyarország ellen harcolni, jött és menekült. Sok üldözött ember talált menedéket. Itt az altemplomban, lejjebb egy szinttel. Meg volt szervezve a menekítés, mások kaptak hamis keresztleveleket, ha csak egy ember is megmenekült, az Úr áldasség érte. Egymást szeressétek, Pozsonyi út, légy befogadó gyülekezet. Templomunk homlokzatán van kint egy felírás, Dunaparti homlokzatán, Soli Deo Gloria, egyedül Istené a dicsőség. Templom megépült valami elképesztő nehézségek árán. Nulla, semmi pénz, itt egy mocsár volt, egy lápos vidék volt, lecsapolni, szülöpeket leverni, elképesztő felvédés. Soha nem adták fel. Megépült, mert nem akartak kivagyi templomot építeni, akartak Istenházát építeni. És felépült. És vagyunk még, talán leszünk is még. Mert ott egy másik tábla, alatt egy héber felírás, Ében ha Ézer, az emlékezet köve, mindeddig megsegített bennünket az Úr. Nagy hála érte. Itteni munka nem velünk kezdődött. Nem velünk fog véget érni, de valahol lehetünk Istennek talán áldott, elhívott szolgái, szolgálattevői, bármilyen formációban is. Záróképpen néhány név, itteni lelkipásztorokat illeti. Bereszki Albert lelkipásztor, a templom építő, emberfeletti munkát végzett, lelkileg, fizikálisan egyaránt. Bátorította a csüggedőket, imádságban hordozta mindig a templom építését, soha nem adta fel. Igazi pásztor volt. Emlékezzünk Szántai Ede lelkipásztorra, Karapárra, Szudi Nándorra, dr. Adorján Józsefre, dr. Huszti Kálmára, maiak, a mostaniak, Ében ha Ézer, az Úr pedig megsegített bennünket, benne bízva, menjünk tovább, induljunk tovább. Imádkozzunk együtt röviden. Hogy a házodan megépült, neked hála érte. Amit jól történt, téged magasztalunk, mert lelked munkája volt. Ami örök példa mások számára, te tőled való. De kérünk, bocsáss meg mindazt, amit elhangzott, és nem kellett volna.
aktuál politika kiszolgálása ideológiáknak. Amit ma rosszul teszünk, Uram, mutass rá, keményen kérünk, hogy itt valóban, ahogy lehet, tiszta ige hirdettessék, tiszta igét tudjunk megélni, odaélni egymás elé. Uram, eddig velünk voltál. Olyan megszokott kérés, olyan rutinszerű kérés, közhely kérés, de komolyan gondoljuk, maradj velünk. Maradj velünk, kérünk továbbra is. Ma is hadd imádkozzuk együtt a tőled tanult legszentebb imádságot. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon te néked békességet. Így legyen. Amen. Helyünket foglaljuk el, testvérek, és záróénekként énekeljük a Krisztus várás himnuszát, 367. ének mind a 4 versét. Emeljük Jézushoz szemünk, jön már királyi győztesünk. Kedves nézőink! Református istentisztelet közvetítésünket látták advent második vasárnapján a Budapest-Pozsonyi úti templomból. Igét hirdetett Bogárdi Szabó István püspök, a zsinat lelkészi elnöke. Munkatársaim nevében megköszönöm megtisztelő figyelmüket, áldás békesség, viszontlátásra!